Irodalmi sorozattal várja a fiatalokat a gyermekkönyvtár, várostörténeti emlékekkel szolgálnak a felnőtteknek. Felkészült a tankerület a hétfőn kezdődő vizsgák lebonyolítására. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a D+ televízió híradóját látják. Idén 70 éves Dunajváros, és az ünnep jegyében egy igen fontos évfordulós dátum következik május 2-án szombaton. 7 évtizeddel ezelőtt történt az első kapavágás, ekkor kezdték el az új várost építeni. Ez alkalommal pedig egy nagyobb összeállítással készül a József Attila könyvtára honlapján. A kulturális intézményünk izgalmas irodalmi sorozatot is kínál a gyermekeknek. Mint már arról korábban beszámoltunk, a járványügyi helyzet miatt az internetes felületekre helyezte át ideiglenesen a szolgálatot a József Attila könyvtár. A honlapján és a Facebook oldalán kínál különféle kulturális csemegét a közönségnek. Legutóbb az április 11-i költészet napja alkalmából készítettek egy versmondós összeállítást. A Facebook oldalon a legnagyobb vagy a legtartalmasabb megosztásunk talán az az egésznapos versünnep volt április 11-én. Ebben a versünnepben nem csak a könyvtár dolgozói, a könyvtárosok küldtek be verseket, akár versvideókat, hanem részt vett néhány diák is, a Széchenyi István gimnáziumból, és a Violin Művészeti Iskolából is volt egy diák, aki csatlakozott hozzánk. Ezen kívül Farkas Erik nagyszerű videóversét is láthatta a közönség, az olvasó közösség. Ezen túlmenő még a korábbi versünnepes felvételeinkből, versünnepeinkből megosztottuk az egész estés videókat, így a Quintiát láthatták, a Kákics együttest, aztán Rinyu Nórát és Gulácsi Zoltánt, és a Viadana Kamara Kórust is. Ez ugyan április 11-re volt időzítve ez a versünnep, de a Facebook oldalunkon, vagy akár a könyvtár honlapjáról továbbra is meg lehet tekinteni. Aki versekre vágyik, ajánlom ezt az oldalt, hogy nézzék meg. Nagy gondossággal töltik meg tartalommal a gyermekkönyvtár honlapját is. Van egy frissülő linkgyűjtemény is, amelyben olyan oldalakat kínálnak a gyermekükkel otthon lévő szülőknek, hogy például mit és hogyan meséljenek, vagy éppen kézműveskedjenek, hogyan tanuljanak együtt. Természetesen saját irodalmi kínálattal is szolgálnak. A gyerekkönyvtár honlapján most a legújabb különleges esemény, ez a Mesés feladatok című sorozat, sorozatindító program. Itt most Kálnai Adél írónő Tündérhajszál című meseregényéből lehet egy részletet meghallgatni Törökni Antal Mária könyvtáros segítségével, és itt nem áll meg még a dolog, mert ehhez a részlethez az írónő néhány kérdést tett fel, és ezt a feladatlapot a gyerekek online ki tudják tölteni. Továbbra is maradva a gyerekkönyvtárnál, van a könyvtárunknak egy nagyszerű kezdeményezése, ez a karanténinterjúk sorozat. Itt egy-egy írót körbejárunk, a mai gyerekirodalom legnevesebb képviselőit. Nem csak egy-egy művüket ajánljuk, hanem egy interjú is készül az alkotókkal. És így a gyerekek egy könyvön keresztül megismerkedhetnek az íróval. A kérdések között szerepelnek olyasmik is, hogy mi volt az író kedvence gyerekkorában, milyen regényeket, milyen műveket kedvelt a legjobban, és akkor a gyerekek azt is megtudhatják, hogy néhány évtizeddel ezelőtt milyen gyermekregényekből táplálkoztak a mai gyermekirodalom legnagyobbjai. A karanténinterjúk legújabb részében Farkasházi Réka írónőval a művekhez való viszonyáról és olvasáshoz való hozzáállásáról. A könyvtár központi oldalán böngészni lehet az írott és képes archívumban, de az intézmény kollégái rendszeresen osztanak meg egy-egy évfordulós város történeti emléket. A felnőtteknek folytatjuk azt a dunaújvárosi sorozatunkat, amiben egy-egy évforduló kapcsán különböző városi eseményekre, kiemelkedő történésekre hívjuk fel a figyelmet. Így például az utóbbi időben szó volt az 59. április 29-én megnyílt modellházról,
ez a legutóbbi hírünk, de előtte lehetett olvasni egy cikket a Dunaújvárosi vízibuszról, vagy akár a Skála áruház történetéről. Tovább folytatódott a helyismereti kvízünk, az áprilisi hamarosan lezárul, ez Intercízával foglalkozott. A készül a májusi kvíz is, ami pedig Dunapenteléről fog szólni. Mint azt az intézményvezető kiemelte, idén 70 éves Dunaújváros, és az ünnep jegyében egy igen fontos évfordulós dátum következik május 2-án szombaton. 7 évtizeddel ezelőtt történt az első kapavágás, ekkor kezdték az új várost építeni. Ez alkalommal pedig egy nagyobb összeállítással készülnek a honlapon. Tóth Éva elmondta, a virtuális könyvtári szolgáltatásokon kívül készülnek már az olvasók tényleges fogadására is. Gyarapítják a könyvállományt a könyvtári hét újdonságaival, új katalógus lesz, némileg megváltozik a kölcsönzési rend, átalakul a téli sarok és meglepetéssel is készülnek. A Széchenyi, a Rosti, valamint a Sárbogárdi Petőfi gimnáziumban 164 végzős diák fog hétfőtől érettségit tenni szigorú védelmi intézkedések mellett. A járványügyi helyzet miatt változott az általános iskolai beiratkozás menete is. Mindenről Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója nyilatkozott televíziónknak. Május 4-én hétfőn országszerte megkezdődnek az érettségik. Mint már arról beszámoltunk, a járványügyi helyzet miatt rendhajó lesz az idei vizsga, csak írásban adnak számot tudásukról a fiatalok, a lebonyolítás pedig szigorú védelmi intézkedések mellett történik. A Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz 3 középiskola tartozik, a Széchenyi Gimnázium, a Rosti Gimnázium és a Sárbogárdi Petőfi Gimnázium. Szilágyiné Németh Sarolta, a központ vezetője elmondta, a 3 iskola tekintetében 164 végzős diák fog érettségizni. Az érettségi most 9 órakor kezdődik az eddigiekkel ellentétben, pontosan azért, hogy ne egyszerre több gyerek menjen be az iskola épületébe, és ezért kértük az intézményvezetőket, hogy szakaszosan engedjék be a gyerekeket az épületbe, egymástól távolságtartással, majd a termekbe is úgy kerül az elhelyezés, hogy egy terembe 10 gyerek kerüljön. Figyeltünk arra is, hogyha olyan tanuló van, aki esetleg betegséggel küzd, mondjuk autoimmun betegséggel, vagy problémás egy kicsit, és kéri, hogy külön, ott az intézményvezetők biztosítják azt, hogy egy másik terembe, külön terembe a többi gyerektől távolabb történjen meg az írásbeli dolgozatának a megírása. A tankerület nagyon odafigyel arra, hogy a biztonsági előírásokat tartsa, ezért az igazgató urakkal, ugye 3 gimnázium tartozik a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, a Széchenyi Gimnázium Dunaújvárosban, a Rosti Gimnázium, valamint Sárbogárdon a Petőfi Sándor Gimnázium, online egyeztettünk a tegnapi nap folyamán, elmondtuk mindazt a tudnivalót, amire nekik oda kell figyelni, ilyenek, ezért ki szeretném hangsúlyozni, hogy például kértük azt, hogy minden gyerek helyesírási szótárt vigyen magával, a 12. kiadást, amit tudnak használni, de az iskola is biztosítja az asztalra, kiteszi a szótárokat, de olyan módon, hogyha onnan egy gyerek elveszi a szótárt, akkor vissza nem teheti, tehát nála kell, hogy maradjon, és majd csak az időszak végén, az érettségi időszak végén viszi vissza az asztalra, és akkor adja le. Ugyanez vonatkozik a függvénytáblázatokra, illetve az idegen nyelvi vizsgáknál a szótárakra. Szülő az iskolában nem mehet be, csak a diák. A tanárok egyeztettek, készenlétben vannak, ha netán lebetegszik valamelyikük, a másik helyettesíti. Minden gyerek szájmaszkot fog kapni, és minden tanár is szájmaszkot fog kapni, valamint kesztyűt. És a bejáratnál, az iskola bejáratánál, valamint a folyosón, fertőt kézfertőtlenítő lesz. Ezt mindenképpen, hogyha a gyerek kimegy a teremből mosdóba, akkor a szájmaszkot föl kell tennie, de ott érettségi alatt a szájmaszkot nem kell a száján tartani, viszont kimenetnél, bemenetnél a kézfertőtlenítést meg kell tennie. Kértük arra is az intézményvezetőket, hogy 2 külön bejáraton menjenek be a gyerekek, hogyha van lehetőség egy iskolába, hogy 2 bejárata van, akkor próbálják meg ilyen módon szétválasztani, és minél távolabb tartva őket beengedni a termekbe. Úgy ítéljük meg, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez biztonságosan történjen meg,
és az egyeztetések alapján azt is látjuk, hogy szájmaszkok, kézfertőtlenítő, kesztyűk rendelkezésünkre állnak, és biztonságosan le tudjuk az érettségit bonyolítani. Mint a Szilágyiné Németh Sarolta elmondta, a 164 végzőseik közül az iskolaigazgatók jelzése alapján csupán egy-két olyan diák van, aki nem most, hanem ősszel szeretne inkább érettségizni, tehát szinte mindenki él a vizsga lehetőséggel. A Dunajvárosi tankerülethez 3 járás, a Dunajvárosi, a Sárbogárd és a Martonvásári járás tartozik, ezzel együtt 42 oktatási intézmény, általános és középiskola egyaránt. Az érettségi mellett egy másik fontos szervezési feladat most a tanév rendje szerint a leendő első osztályosok beiratkozása. A járványügyi helyzet miatt ez sem a megszokott menet szerint zajlik. Eddig 2 kijelölt nap volt a beiratkozásra, de most 3 szakaszra bontották a folyamatot. Az első április 6-ától 24-ig tartott. Ekkor azok iratkozhattak be, akik nem állami fenntartású iskolába mennek, illetve nem körzetes intézménybe, például 2 tannyelvű iskolába. Ezután 2 nap állt az iskolák rendelkezésére, hogy áttekintsék a beiratkozott tanulókat és kiértesítsék a körzetes iskolákat. Most kezdődött el a 3. szakasz, amelyik május 15-ig tart. Ebbe az időszakba iratkoznak be a körzetes gyerekek, valamint azok a gyerekek, akik körzetes gyerekek ugyan, tehát van kijelölt körzetük, ahova iskolába be kellene iratkozniuk, de mégsem azt az iskolát, hanem másik körzetes iskolát néztek ki maguknak. Most mondanék egy példát, hogyha például valaki azt gondolja, hogy ő a Dózsa iskolába van körzet szerint, de mégsem a Dózsa iskolába, hanem mondjuk a Petőfi iskolába szeretne beiratkozni, akkor ebbe az időszakba teheti meg. 15-éig, május 15-éig, na most május 15-e után látják az intézményvezetők, hogy kik azok a tanulók, akik nem a saját körzetükből, hanem másik körzetből jönnének, és 15-e után kell meghozni a határozatokat, azokat a döntéseket, hogy a nem körzetes gyerekek fölvételre kerülhetnek-e. Ugyanis ugye elsősorban a körzetes gyerekeknek kell a lehetőséget megadni az intézménybe való beiratkozáskor. A járvány miatt március 16-ától át kellett állni az oktatásban a digitális munkarendre. Az igazgatónő arról szólt, nem volt nagyobb probléma a fennakadás a tanítás folyamatában, inkább csak az, hogy nem mindenkinek volt laptopja, eszköze, de ebben is segítettek a pedagógusok a diákoknak. Hát a digitális tanrendre való átállás egy nagyon nagy érdekességet okozott az intézmények és a pedagógusok életében, de mi azt tapasztaltuk, hogy élvezik a pedagógusok, egy új rendszert hozott az életükbe. Nem vettük észre azt, hogy a tanítás folyamatában problémát jelentene. Ott voltak kisebb problémák, hogy nem minden tanulónak volt laptopja vagy elérhetőség, de ezt az iskolák segítették oly módon, hogy az ő állományukban lévő laptopokat átadták a tanulók számára. Mint azt az igazgatónő elmondta, még nincs hivatalos tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy ezt a tanévet milyen formában zárják, vajon végig megy-e ez a digitális munkarend, vagy netán be kell majd menni az intézménybe a diákoknak. Addig is jó munkát kívánt mindenkinek, és hozzátette, szeretettel várják a leendő elsősöket is, hiszen az iskola újdonságot, új élményt fog hozni életükbe. A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közlemény szerint, amennyiben a kormány részben vagy egészben feloldja az érvényben lévő tilalmakat a koronavírus járvány kapcsán, vagyis engedélyezi a csapatedzéseket és a sportesemények megrendezését, akkor az Európai Labdarúgó Szövetség nemzetközi felnőtt nagypályás versenyeire kvalifikáló MLS versenysorozatok folytatására a kormányrendelet megjelenésétől számított 20. napot követő első szerdától vagy szombattól, de legkésőbb június 13-ától kerül sor. Mint 1500 kispályás labdarúgót hív pályára rendszeresen a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség. A járványügyi helyzet a szövetség bajnokságaira és hagyományos kupáira is hatással van, de addig sem tétlenkedik a vezetés, készülnek arra, hogy folytathassák a már megszokott versenyeik szervezését. Hát egyelőre ugye a vírus minket is ugye, mint már abból a szempontból nem tudunk rendezvényeket tartani, megfogott, de természetesen készülünk az azonnali feloldásra, és egyből tudunk majd reagálni erre. Ugye az elnökség előtt van egy olyan anyag, amivel kidolgoztuk azokat a lehetőségeket, hogy mikor, attól függ, mikor oldják fel ugye a járványhelyzetre ezeket a szabályozásokat. Hogyha ezeken enyhítenek, akkor azonnal tudjunk erre reagálni, természetesen megvárva a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az iránymutatását, illetve
illetve várjuk már mi is azokat az időszakokat, amikor visszaáll a rend, és különböző kupákat, bajnokságokat tudunk lefolytatni, megrendezni a kispályás labdarúgó csapatainknak, úgyhogy vannak nagyon sok erre utaló javaslataink, hogy hogy lehetne befejezni éppen a bajnokságot, vagy hogy lehetne esetleg újra kezdeni. Nyilván egy-két rendezvényünk, azt látjuk, hogy most már el is maradt, ugye a március 15-e, vagy éppen a suli foci, az OVI programok, illetve a centrumkupa, amit nagyon biztosak vagyunk benne, hogy ezeket már nem tudjuk, ezeket le kell zárnunk, majd jövőre újraírjuk ki, de így is van mit tenni a szövetségnek, hiszen az alapszabálytól elkezdve a szervezeti szabályát fogjuk most frissíteni, és ezekben dolgozunk együtt a szövetség munkatársaival. Kérem, most tekintsék meg kiemelt híreinket még egyszer, röviden. Irodalmi sorozattal várja a fiatalokat a gyermekkönyvtár, várostörténeti emlékekkel szolgálnak a felnőtteknek. Felkészült a tankerület a hétfőn kezdődő vizsgák lebonyolítására. Ennyi fért mai hírműsorunkba, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, adásainkat bármikor visszanézhetik a www.d+tv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.